Sziasztok, köszöntelek benneteket az RD Hang legújabb videójában. Itt vagyunk az Art Melange galériában, ami, hogyha egy elsőre mond nektek semmit, akkor se baj, adok támpontot. Itt vagyunk a planetárium alatt, és hát egy kiállításra jöttünk, aminek az egyik mentora vagy támogatója Szakács Erika, akit a Voice-ból ismerhettek, úgyhogy vele fogok beszélgetni. Tartsatok velük! Szóval először is köszöntelek, vagy köszönöm, hogy elfogadtad ezt a ilyen villáminterjú meghívást. Egy kicsit kérlek, mesélj, először beszélgessünk a kiállításról, és utána te zenei karrieredről, mert ugye ennek nagyobb az aktualitása. Miért döntöttél úgy, hogy ennek az egyik megszervezője, támogatója leszel? Hát úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy megmutassuk a képzőművész világot az emberek felé, meg hogy egy kicsit így támogassam a saját barátaimat azon a pályán, amin mozognak, mert úgy érzem, hogy az emberek nem igazán értékelik, és nem tudják, hogy mi áll egy munka, egy festés, egy ruhaterv, vagy akár egy grafika mögött, tehát nem tudják elképzelni, hogy mennyi munka és befektetett idő van ezekben az alkotásokban, és igazából ezt az energiát szerettem volna egy kiállítással megköszönni, és mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy azért mi dolgozunk, és ez érdemes megnézni. Amint látom, te már így ömlesztve, itt ugye van divat, van szobrászat, van festészet, és ugye a festészeten belül is vannak ugye festmények, illetve grafikák is. Tehát, hogyha a művészetről beszélünk, akkor ugye te a divatot is értelemszerűen akkor ezek alá sorolod egyértelműen. Abszolút. És mi alapján választottad ki az itt alkotóknak a munkáit? Mi volt az a főbb irányelv? Igazából mindenkire rábíztam, hogy milyen munkát szeretne hozni, én csak megszabtam, hogy kb. Hány munka fér be a terembe, és azt mondtam, hogy a legkedveltebb munkáját, vagy azt a munkáját hozza el, ami számára a legkedvesebb és legfontosabb, hogy ezzel is tömören szimbolizáljuk és megmutassuk azt, hogy mi az, ami tényleg a legközelebb áll saját önvalónkhoz és saját magunkhoz, úgyhogy ez volt igazából a cél. És milyen alkotók vannak itt, ugye a munkáikat, akiknek itt láthatjuk, tehát mi volt itt a fő, nem tudom, elv? Tehát csak azok lehettek, akik barátaid, akikkel nem vagy barát, azok nem lehettek itt? Egyébként a saját liceumi osztályomnak a kiállítása, és mindenképpen rájuk akartam hangsúlyt fektetni, mert egy olyan társaság volt és egy olyan osztály volt, aki nagyon meghatározta az életemet és a liceum éveimet, és bármi történt velem, akár a művészi pályámmal kapcsolatban, mindenben támogattak, és úgy éreztem, hogy ez azért jó lenne viszonozni, úgyhogy a saját osztályomnak, a 2023-as osztályomnak a kiállítása Marosvásárhelyi Művészetiben végeztünk, és hát most ez az egyetem első évében került sor a munkák kiállítására. És a te munkáid közül valami itt megfigyelhető? Hát például ez a két munka is. Szerintem a színvilágban is látszik, hogy egy is ugyanaz az alkotója, úgyhogy itt szerintem mindenkinek megfigyelhető a sajátos színvilága, meg hogy ki milyen színekben fest, vagy milyen színekben rajzol, vagy alkot, úgyhogy szerintem a munkák abszolút ábrázolják mindenkinek a személyiségét. És honnan inspirálódtál? Ugye ez itt nagyon érdekes, hogy ugye mindenhol több arc jelenik meg, bár ugye én egy abszolút, hogy is mondjam, laikusként tekintek erre, de ugye tehát az arcok azok mindig fontos szerepet játszanak a festményeken, vagy legalább ez itt kiállítottan, miért van ez, vagy mi a? Mindegy munkámban saját barátaim vannak igazából. Tehát, hogy ezen is az osztálytársaim vannak, azon is az osztálytársaim, úgyhogy a legtöbb munkám őket tükrözi, mert egy nagyon meghatározó szakaszban voltak jelen az életemben, és ez szerintem a munkáimon is látszik. És hogy kerültünk a festészettől, értelemszerűen látszik, hogy van ehhez tehetséged, egészen a zenéig. Tehát, hogy lehet az, hogy valakinek van tehetsége, hogy kvázi jó képzőművész legyen, és emellett pedig kiállás, a bátorság, a hangja, a rátermettsége arra, hogy énekeljen. Vagy hogy jutottunk el innen egészen a The Voice-ig? Véletlenül. Tehát jártam színészeti szakkörre, és ott fedezte fel a színész tanárom, hogy lehet, hogy van egy kis hang.
Hát ez egy akkora meglepetés volt az egész családnak, hogy nem hittünk a fülünknek, hogy itt tényleg lenne hangom, és szerintem egy 2019 óta kezdtem el igazán a zenével is foglalkozni, nyilván a festészet mellett, és mindig elsődlegesnek tartottam azt, hogy én festő vagyok, én képzőművész vagyok, és a zene az úgy egy ideig egy másodlagos tárgy volt az életemben, mert nem éreztem azt, hogy én így tényleg profi zenész lennék, vagy én értenék a zenét, tehát én mindent csak hallásból, meg érzésből teszek, és hát nyilván úgy éreztem, hogy ez egy olyan adottság, amit egyszerűen nem tudok elengedni, tehát lassan a festészet fölé kerekedett, úgyhogy most már azt mondhatom, hogy fontosabb, mint a festészet. A mindennapjaim része a zene. Én téged először azt hiszem, hogy 2021-ben a Sziklusz Fesztiválon hallottalak. Lehet, hogy az már később volt, vagy korábban? Talán 22-ben. És hogy ott is azért látszott az, hogy egy ilyen kislányból milyen nagy hang jön ki. Aztán utána meg ugye azért valamennyire az emberre szembe jött itthon ez az a tévés pályafutásod, és ott is az látszott, hogy te belevaló vagy, és hogy te ténylegesen, hogy is mondjam, ilyen tényleg művésznek teremtettek. Most az a kérdésem, hogy még rettentő fiatal vagy, és még ugye valamennyire a pályádnak a kezdetén állsz, milyen kilátásokat adott, vagy milyen lehetőségeket biztosított neked a The Voice? Hát igazából a legnagyobb lehetőség, amit biztosított, az Miklós Erikával egy baráti kapcsolat. Sőt, tehát nem is tudom elmondani, hogy milyen kapcsolat van közöttünk, mert egyszerre anyai kapcsolat, de mégis a mesterem, mégis a tanítom, és mégis egy olyan viszonyban vagyunk, mintha barátnők lennénk, úgyhogy ilyen nagyon összetett kapcsolatot ápolunk Miklós Erikával, és szerintem számomra ez az, ami egy csodálatos lehetőség, hogy egy ilyen hatalmas tehetséggel és egy ilyen csodálatos emberrel összedolgozhatok, és minden nap meghallgathatom a véleményét és a támogatását, úgyhogy ez a legnagyobb dolog, amit kaptam a The Voice-tól. És mennyire tartjátok most, hogy lejárt már ez a tehetségkutató a kapcsolatot, mennyire intenzív köztetek akár az emberi, akár a munka kapcsolat? Rendszeresen ápoljuk a kapcsolatunkat, most voltam a mesteriskolájában, a Quintessencia mesteriskola próbahetén igazából egy akkreditált mesteriskolát szeretne létesíteni Pécsen, és meghívott, mint próbaidőszakra, hogy nézzük meg, hogy hogyan működhet ez a mesteriskola, és lesz vele a nyáron koncertem, közös koncertem is, úgyhogy mind szakmailag és mind emberileg is tartjuk a kapcsolatot. És mennyire nehéz Erdélyből mondjuk téged ugye Magyarországon is, bár természetesen az erdélyek is, de azért Magyarországon ismert meg egy szélesebb kör. Mennyire nehéz ezt az általad befutott, nem tudom, sikert, hírnevet itthonról ápolni? Hát igazából szerintem nem olyan nehéz, sőt én azt mondanám, hogy itthon könnyebb ezt ápolni, mint Magyarországon. Itthon nyilván már egy körrel, egy baráti körrel jövök, egy ismerettséggel, és itthonról többen ismertek meg még az X-faktor által is, és nyilván Budapesten is van olyan, hogy még Budapesten is felismernek az utcán, de hát itthon sokkal nagyobb az a közösség, aki tudja, hogy én ki vagyok, és hogy így miben mozgok, és igazából nem különösebb teher az, hogy ezt fenntartsam, vagy tényleg így promováljam saját magam. Nyilván nem a kedvencem reklámozni saját magamat, de hát ez a szakma adja magát, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami ezzel jár. Mi okoz neked nehézséget, hiszen adott kvázi minden, megvoltak a tévészereplések, az ahhoz képest, hogy mondjuk egy ilyen kvázi kis teret be kellett tölteni, ami látszólag sikerült, mert amikor ide megérkeztünk a stábbal, akkor tel is tele volt emberekkel a tér, megvan a menedzsment, tehát gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy te kvázi sikeres legyél. Te kell egy kicsit ebbe, azt hiszem, hogy beleállj ebbe a reklámozásba. Mi a nehézsége ennek? Hát a social media. Tehát, hogy én nagyon szeretnék egy kicsit így elszakadni a médiától, meg magától az internetes világtól, de nyilván olyan közegben és olyan szakmában mozgok, amiben ez lehetetlen. Mm. És minden nap megvívom ezt a harcot, hogy akkor most ki kell tenni valami sztorit, most ki kell tenni egy posztot, és akkor most reklámozni kell, mert ez valamiért nem jön nekem természetesen, és talán ezzel van egyedül problémám, hogy hogyan reklámozzam saját magam, anélkül, hogy én rosszul érezném magamat, hogy reklámozom igazából azt, amit csinálok, pedig ez egy zenész, vagy akár egy művész kapcsán, ez egy természetes dolog.
Uh-huh. És mennyire teher neked önmagába a hírnév? Mert ugye az mindig egy ilyen kétélű dolog, az azért egy nagyon megtisztelő dolog, biztos, hogy felismernek az utcán, de közben meg nyugodtan a barátaiddal nem tudsz elmenni a McDonald'sba, mert ott is evés közben oda jöhetnek az emberek. Tehát mit tapasztaltál eddig? Egyébként én a hírnevet én úgy fogom fel, mint egy lehetőség, mert sose tudom, hogy ki jön oda hozzám gratulálni, vagy akár beszélgetni. Úgyhogy én abszolút megszoktam azt, hogy felismernek, sőt, van olyan, aki elpirulva jön oda hozzám, hogy megszólítson, és igazából egy nagyon jó tapasztalat, hogy milyen is minél több kapcsolatot ápolni, és minél több emberrel beszélgetni, még úgyis, hogy nem tudom, hogy kicsoda az a személy, mert rengeteg kapcsolat és kapu nyílik azáltal, hogy mernek oda jönni hozzám, mert láttak egyszer a tévében, úgyhogy szerintem ezzel abszolút együtt lehet élni, csak kell tudni kezelni, hogy ezt úgy kell kezelni, mintha egy közömbös dolog lenne, mintha csak a haverom ismerne fel az utcán, és akkor nincs meg ez a szorongás érzet, hogy most tudják, hogy én mit csinálok, ki vagyok, most itt az utcán vagyok, hanem ezt itt teljesen normálisan kell kezelni, hogy ha odajönnek, jól beszélgetek, és ha nem, akkor nyilván látom, hogy van olyan, aki felismer, vagy vannak olyan pillanatok, amikor látom, hogy na itt látják, hogy ki vagyok, vagy tudják, hogy ki vagyok, csak nyilván ezt nem adják a tudtomra, nem jönnek oda hozzám, csak a tekintetekből szűröm le, hogy valaki tudja, hogy én ki vagyok. És volt olyan, hogy mutogattak rá? Tehát biztos van olyan, aki nem szeret. Vagy legalábbis volt olyan, hogy ezt valamilyen módon, nem tudom, biztos a közösségi média azért ennek egy nagyon jó teret ad, hogy az emberek utálkozzanak, mert hirtelenjében mindenki ott nagy király lesz, de amikor személyesen volt valami negatív vonzata ennek a dolognak? Személyesen szerencsére nem ilyesmiket nem éltem át, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy nem jött még olyan szembe velem, hogy azt mondja, hogy Szakács Erika, hanem általában akivel beszélgettem, vagy aki tényleg odajött hozzám, az pozitívan vélekedett rólam, és ennek nagyon örülök. Nyilván a social médiában voltak olyan kommentek, vagy kaptam olyan hozzászólásokat, amik nem éppen pozitívak voltak, de hát ez abszolút természetes, úgyhogy ezekkel nem feltétlenül kell foglalkozni. Uh-huh. És akkor most tevődik fel a kérdés, itt állunk egy ilyen szuper kiállításnak a közepén, hogy zene, vagy festészet? Minden is, tehát és sajnos vagy nem, sajnos egy olyan ember vagyok, aki nem elégszik meg egy dologgal, és úgy érzem, hogy a zene mindig az életem része lesz, de ugyanúgy a festészet is, és ugyanúgy olyan művészetek is, vagy olyan ágazatok, amik érdekelnek. Tehát, hogy ami érdekel, az mindig is fog érdekelni, és mindig is szeretnék minél többet tenni érte, és minél többet tudni róla, úgyhogy egyiket se tudnám elengedni. Nyilván mindig meg kell találni azt, hogy mi dominál az életünkbe, és ez nálam a zene és az éneklés, de emellett ugyanúgy festegetek otthon, vagy ugyanúgy szeretnék színészkedni, és mit tudom, hogy táncolok a szobámba, mert ugyanúgy ez egy művészi érték, és ezeket értékelni kell. Hát sok sikert kívánunk hozzá, és remélem, hogy még sok ehhez hasonló ilyen jó és sikeres kiállítást láthatunk tőled. Köszönöm szépen! Szóval ilyen volt ez a mai videó, ez a villáminterjú Szakács Erikával. Én személy szerint nem ismertem ezt az oldalát, nem tudtam, hogy ilyen tehetséges képzőművész, és nem tudtam, hogy ennyire szereti a barátait. De hát most mind a kettő kiderült. Köszönöm neki, hogy elfogadta ezt a meghívást, vagy ezt a rövid interjút. Nektek pedig azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen kövessétek Instagramon, iratkozzatok fel az Erdélyi Hangnak a YouTube csatornájára, kövessétek minket a social médiában, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!